mozgás. Tánc közben nincsenek rossz gondolatok, csak mosoly, ritmus, boldogság. Valljuk mi is, mind a 24 első B-osztályos tanuló. Szeretünk táncolni, nagy lelkesedéstel várjuk a néptáncórákat. Ebben a tanévben vidám mandókákkal, kedves dalokkal, hangulatos játék fűzésekkel gazdagította, óvodában megszerzett néptánc tudásunkat Rita néni. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani neki a vidám élményekben gazdag néptánc órákért. Fekete, fekete, csukott a fény, Ábel, Ábel, Dominé, Csiszi, Á, Csiszi, Bé.
Sok szeretettel köszönöm meg az első B osztályosok műsorát. Kívánom, hogy továbbra is ilyen bátran, igazi táncosként szerepeljetek az elkövetkezendő néptánckálákon. Kérem a csoport képviselőit, vegyétek át Rita Nénétől a mai első fellépésetek alkalmára készített oklevelet és ajándékokat. És a tánc iránti elkötelezettség, a közösség és a társaság szeretete szinte kivétel nélkül jellemző minden táncosra. Igaz ez a megállapítás a most következő második B-osztály táncoslábú leányaira és legényeire is. Műsoruk címe Két szál pünkös rózsa. Kérem az osztály képviselőit a színpadra. Nekünk a tánc az vidámság, lépés, járás, fordulás, ének, játék, dobbantás, taps, ugrálás és kacagás. Rita néni mutat mindent, türelmesen megtanít, erre kettőt, balra egyet, fogd a kezét, igazít. A mi táncunk következik, jaj, de nagyon várom, a hajam is befonva már, leszel-e a párom? Thank you.
Szeretettel megköszönöm a második B-osztály műsorát. Kérem az osztály képviselőit, vegyétek át Rita nénitől az emléklapot és az ajándékotokat. Kedves vendégeink, hagyományiskolánkban, hogy a legkisebbek első fellépésük emlékére egy népviseletbe öltöztetett táncos párt kapnak a második évfolyam tanulóitól. Kis elsőseink egy évig őrzik, óvják, vigyáznak a baba párosra, hogy jövőre átadhassák a legkisebbeknek. Az ünnepélyes átadáshoz szeretném, ha a két évfolyam képviselői feljönnének a színpadra.